Szevasztok, Gábor vagyok, és a Tech Barátot nézitek, még mindig 2,5 óra csézés után nem áll meg az éjszaka. Ugye amúgy se lehet semerre menni, mert 8 után már mindenki otthon ül a fenekén, és vagy török sorozatot nézve, nem tudom mi megy pénteken, szerintem pénteken ilyen szar filmek, meg nem tudom mik mennek, vagy nézi a fantasztikus közvetítést, ahol ugye az előbb láthatátok, hogy Csében 3 egyszerű, könnyű vereséget szenvedtünk, úgyhogy hát ezek után a GTA az már csak jó lehet, ne! Ha az elmúlt részekben nem kúrtam volna fel az agyam. Jaj, de várjatok, most valami lesz a GTA-ban, ha jól emlékszem, valami... Nem a GTA, az a Call of Duty-ba volt, azt hiszem valami, amit így félbehagytam, és mondtam, hogy jó, akkor azt most... Vagy a GTA-ban hagytam? Valamelyiket félbehagytam nagy dühömben. Remélem, hogy nem a GTA volt az, mert... most nem emlékszem rá. Így van, az éjszaka még messze van, úgyhogy folytassuk a GTA San Andreas-t. Na, és akkor Easter Egg-ről volt ugye szó. Amiről még arra sem hallod, de lehet, hogy aztán az egész kamu. Most én mindjárt megnézem. Várjatok? Na, most gyorsan belekukkantok. Igen. Tehát igen. Ehe. Várjatok, megnézem, mert közben itt a telefonon. Igen. 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 Mi a szart csinál? Ne! Ne basz! Hát, én mondjuk ezt így nem ér... Ez hol az anyámba? Ne basz, ás... Hát, én ezt most meg nem fogom keresni. Hát a Tommy Vercetti-nek a sírja. Tehát aki a San Andreas, vagy a... igen. Még nem tudom kinek, valakinek a sírja. De ahhoz valami mezőre kéne valami házba elmenni és egy lapátot megtalálni és a lapát... De lehet, hogy ez kamu. Fasz tudja. Máté küldte el nekem, meg van egy másik, ahol van How to unlock a secret infinite health red police car in GTA San Andreas. Tehát, hogy egy ilyen rejtett helyen egy piros titkos, végtelen izével rendelkező rendőrautót, végtelen élettel. Na de hát, hát könyörgöm, hát ugye én is végtelen élettel rendelkezem, tehát nekem nem kell egy végtelen élettel rendelkező autó. Nem tudom. Megpróbálom megnézni a térképen ezt a rejtett kocsit, jó? Mit szóltok hozzá? Azt talán könnyebben megtalálom, mert azt megnéztem, hogy ott azt mutatta, hogy a térképen az kb. Hol van. Mindjárt megnézem. Ja, igen, úgy kezdődik, hogy pillanat, igen, igen. Izgalmas a játék, nem? De tetszik, ugye? Na, igen, ott van egy ilyen tó, aha, jó. Na, figyeljetek. Játék indítása. Miért nem megy? Na, mi van? Most miért nem... Haló. Várjatok már. Most visszalépek megint. Lehet, hogy altabozni kellett csak. Jó, most működik. Jó. Hol voltunk? November. Ez. Isten veled. Ja, igen, mert itt, ugye, igen, ott fejeztük be, hogy nem, szerintem a Call of Duty-t fejeztem be úgy, hogy valami nagyon fölkúrta az anyam, úgyhogy ez nem itt volt. Na. És a térképet, hogyha megnézzük... Ponti, amúgy pont itt, bazzeg. Na, itt lesz valahova, itt van a rejtett autó. Tehát egy kicsit most elfordulunk balra, és a folyó mellett megyünk végig. Ja, már megint a... az egér. Jó. Ott a folyó. A folyót követjük, és valahol... hol vagyunk? És a folyót követve... a második híd után... Na hát erre kíváncsi vagyok. Azt mondta Máté, hogy lehet, hogy... itt van sír. De hát nincs ásom. Mert valami ásót úgy szerez az egyik videóban ez az ember, ez a jó ember, hogy
hogy valami ilyen fabódegába bemegy, legugol, és így össze-vissza forog, és aztán egyszer csak megjelenik egy ásó. Na, és elvileg ezen a helyen van egy titkos autó. Lehet itt kurvára nincsen semmi. Igen, ez lenne az. De itt nincs. Hol? Sehol nincs itt piros. Vagy esetleg ott? Nem. Hát, szerintem azt... Lehet, hogy ezek kamuk voltak. A fene tudja. Valahogy itt írta, hogy hidden car. De nincs itt lófas se. Hát nem tudok több easter egget. Jó, nem kezdek-e most easter eggezni. Bocsánat, de... Ja, csak most a TT-hez kell menni, mert nincs több. Lehet, hogy itt ért végig? Nem itt volt. Nem emlékszem most, hogy mi volt. Na mindegy, hát... Szerintem ez a videó amúgy... Hát... Nekem gyanús. Gyanús, hogy kamu. És közben nem is mutatj... Hát... Na mindegy. Megpróbálom esetleg majd közvetítésen kívül... attól függetlenül megnézni, aztán... Ja, szerintem is... Várj, be kell írni a izéket, a cheateket, picsába. KJK, SPJ... Buff me up az nem volt, mi volt még? NCSG dag... Hoppá, NCSG dag... És hash olyan. Jó. Ez közeli, nem? Így a jó. Így látok mindent. Na, most nem tudom, hol röpülünk. Ja persze, érdekelnek az easter egg-ek, azzal is feldobjuk egy kicsit a közvetítést mindenképpen. Most az van meg, hogy itt az erdőbe lövöldöztem, meg volt valami autóverseny. Ugye lelépett a mexikói csajom a... NCS. Nem MCS, N. Legalábbis én N-et jelöltem meg. Na, ott a TT. Mi a... Ez micsoda? Itt a semmi közepén, bazd meg. Mi van itt? No trespass. Op, bazd meg, vedd már le. Vedd már le! Na végre. Megyünk szon. Fierróba! Tényleg? Az meg miért ilyen hippi? Gondolom most akkor vezetni kell, tehát nem tudok raki... Na. Ó, ne basz. Ez szétszívta az agyát, mert nekem úgy tűnik. Mit kell elégetni? Thank you.
Ja, hogy el kell égessük a... Ja, értem. Tehát, hogy most a nyomokat tüntetjük el. Gyerünk már. Ez itt már leégett, nem? De. Bazd meg, mennyi van még? Fussál már, bazd meg, gyorsabban. Még egy darab van, de az kihagyja, az az idióta. Hát de azok a rendőrök miért nem... Vagy, ja, hogy a busz nézik, vagy mi? Hol van? Ja, ott van az egy. Ezt miért nem tudta fölégetni, bazd meg, vagy fölgyújtani? Nem tudom lelőni, nem. Le kell majd lőni a helikoptert? Szent köcsög. Basz meg. Basz meg. Bazuka. Jó van, oké. Okay. Gránátát jövök, akkor iktasd ki a helikoptert. Ez a gránátvető. És merre kell menni? Azért itt nem tudok fölmenni. Hogy az anyámba tudok innen kimenni?
Hol a térkép, bazd meg? Jó, az utat kéne követni. De ott fölfele nem tudok menni, és merre kell eljutnom? Hova kell eljutnom, bazzeg? Jézusom, or... Ó, oh, faszomat. Jó, várjál, hesoljam. Ja, igen, mert füstölt az autó, az volt a gond. Na itt merre kell menni, bazd? Nem tudom merre. Jobbra. Jaj. Mi mentek ilyen lassan, bazd meg? Na, gyerünk már. Mered, merre kell? Térkép. Ott le kell fordulni, ugye? Igen, ott le kell. Jó, jó. Hopp, az egy motoros, először csak két kereket láttam, de ez tartozik egy motoros is. Végre visszajutunk, ez az, végre városi levegőt tudok szívni, egészséges. De nem, ja nem, nem innen indultam, mert ugye a városnak a másik, ó, bazzeg. Menjetek már. Hoppá, hopp, várjál most. Itt ezzel nem tudok átmenni. Picsába. Ezt nem tudom áttörni. Remek. Bocsánat. Ha valahol át kéne menni. Ja, ott tudok átmenni alatta. Oké. Okay. Most akkor ezt a várost is bazdmeg meg kell tanulni. Mert mondjuk így is. Ja, ott volt előttem egy autó. Bocsánat, nem láttam. Ott egy lapát. Baszdmeg kiszállt egy lapáttal az autóból. Nem, ne, milyen missionök jönnek, ugye nem, ne. De most én ezzel az öreggel elköltözöm, összebútorozom, vagy mi a fasz csinálok? Tisztelet plusz. Na. Fussunk az öklünkkel, és akkor mit kell csinálni? Hát ott vegyünk egy házat. Mit szóltok hozzá? Rocketman. Itt lehet egy házat venni. Hogy itt tudjunk majd menteni. Biztos, hogy még nem vehetem meg. Ó, faszomat. Ja, mondjuk ott is van mentési lehetőség. Hát akkor megyünk oda. Jó.
van? Viselj virágokat a hajadban. He? Milyen háta van már, vagy milyen izé fura nyaka van? Kicsit lejjebb vannak a vállai, mint a csúkjás izma. Ezt lőjük már le, nem bírom. Aha. Azt a milyen szeme van, nézzétek, hogy ki van kerekedve a szeme. Hát az öreg elszívta az agyát, az biztos. Jó, erre nem a vonatokon kéne menni, vagy a sineken. Tudok menni a sineken is? Erre a Zsák utca. Hogy menjek? Ja, nem Zsák utca. Fú, bazeg, én mire ezt... Á, picsába! Á, passza meg! Mire én ezt itt kiismerem? Ja, oda kéne menni. Aha. Bocs. Bocs, új vagyok még a városban, ne haragudjatok. Ja, de várj már. Miért nem csak ezt a fülest használom? De egy hülye vagyok. És akkor... Ah, persze, gyere nekem. Oké. És akkor... Aha, na, ott megvan a hely. Végül is egy negyed óra autókezes. A caps lockot? Hey, Jethro. Jet Li. Hop in, man. I've landed you a real job. Hey there, Tristan. Oh, man. Do I owe you? Cause I swear I paid for that weed, dude. No, man, we're good. I think. Jethro, Carl. Carl, Jethro. What's up, man? Na mondjuk abszolút, tehát hogy végre nem vidéken vagyunk és valamit csinálunk, tehát most igazából autószerelő műhelyt akarunk létrehozni, tehát most a GTA egy kicsi ilyen fordulatot vett és most így... Most oda kell menni a piros... Mi? Oda kell menni? Most ehhez kell menni, ehhez a kereszthez? Gondolom igen. De hogy megyünk? Vissza kéne ott fordulni, ugye? Damn,
Mi el kellett vinni a kórházba, mert megsérült, hogy mi nem figyeltem, vagy nem olvastam. Igen, bocsánat, de nem tudok mindenre figyelni, hogy olvasom is a szöveget meg. Na, meg most irányba vagyunk, és... Fú, ez tiszta friszkó, bazzák, csak lefele kéne ugratni. Ez az! Most ugratunk! Jéhá! Ez király! Sőt, lejövünk itt is, bazzeg. Bocsánat. Bocsánat, jövünk a kórházba. Igen. Picsába, ne haragudj! Mindenki lapáttal jár, bazd meg! Mindenki egy... Ezt mi megértenem, egy baseball üző, vagy egy viperra, de hogy egy ásóval... De most miért jöttünk amúgy? Most akkor miért jöttünk? De miért jöttünk akkor ide? De most tényleg miért... Ó, bazd meg. De miért kellett most amúgy az Arni azt mondd meg, hogy miért jöttünk ide az izéhez? A kórházhoz. De kórház? Ez is szívja az agyád. Hát, hogy engem is kezd felbaszni, mert nem azért a kétfélére, de... De most ezt nem értem. Most megyünk a rendőrségre, bazeg. Pont a rendőrökhöz megyünk, akik... Ja, mondjuk itt még nem ismernek minket. Még. Igen, mondjuk itt sokkal több a felhőkarcoló, meg az ilyen bazi nagy ép. Puhúj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 
És akkor ez itt... Hoppá! Azokat a szemeket, öregem! Állj a csába. De most nem embereket keresünk a izé? A meló a garázsomhoz? Vagy a műhely... Ezt most nem... Ezt most nem értem teljesen, de mindegy. Bocsánat. Mi a fasz ez? Mi horgászik, bazd meg? Ja.
Ó, ne. Most a kis helikopter ezt követni fog? Követni fog a izé? Hova jöttünk? Jaj, jó, így. Na jó. Nem felel így meg, vagy mi van? Na végre már. Na, tehát van a mexikói, van a hordogárus, meg ez a helikopteres srác. De most autójavító műhelyet csinálunk, vagy mi? Mond valamit mondjuk. Tehát ő azt mondja, sokan csinálják azért ezt manapság is, hogy vesznek valami lepukkant épületet, van mondjuk egy brigád, meg mondjuk van tőkéje arra, hogy felújítsa, és utána nyilván nem annyival többért fogja eladni az épületet, amennyiért, vagy amennyit ráköltött. Hát akkor menjünk ide vissza. Gondolom nincs még más. Nincs más. De mentsünk egyet, az igaz. Jó, na, hát akkor... Most kit keresünk, vagy mi van? Elvesztettem a fonalat, most igazából hogy nem állt össze a kép. Tehát, meg mi van azokkal a fekákkal, a kövérrel, a sapkással, ugye akik elárultak minket? Azok eltűntek, nem? Vagy nem haltak meg, úgy tudom, vagy... Vagy már csak nem emlékszem. Nem tudom. Igazából tehát tényleg nem tudom követni, most így... Az van, hogy csinálom baszik a missionöket, és így... És így majd lesz valami, tehát hogy így... De most a story az most nem igazán van meg. Meg most vidékről miért nem oda mentünk vissza, ahol eddig voltunk? Miért ide kellett? Tehát, hogy ez sem világos. Mindegy, ezt valószínűleg ez tudod adni. Tehát lehet, hogy én vagyok ennyire gyökér. Hát de gondolom, rajtuk basszút akarok állni, nem? Tehát, hogy mert ugye ők árultak el. Tehát, hogy most nem az a célom, hogy azokat kinyírjam, azok, akiket én havernak hittem. Vagy most mit csinálok? Miért vagyok itt? Tehát valahol ott én nevezettem a fonalat, hogy elárultak engem, és utána azok a zsaruk elvittek vidékre, és valamiért én ott vidéken balhéztam utána, egy csomó részen keresztül, és most hirtelen idejöttem ezzel a beszívott csávóval, és autós üzemet, vagy mi ez, autószerelő műhelyt csinál, nem mindegy. Tehát követni kell az inast?
De miért kellett ahhoz megölnem? Meg most tiszta vér lett az egyenruhája. Az igen. Azt. Ó, mennyi pénze van. Azt a. Mondjuk. Igen. Most föl kell mennem. De gondolom akkor kés nélkül kéne. Azért a sapkát levehetném. Ja, hogy miattuk nem lehet visszamenni? Ja, értem. Ja, hogy azt, ja, hogy ezt a garást nyertem. Ja, értem. Oké. Mit kell csinálni? Most nem mondod, hogy pincérkedni kell majd. Ne feledd. Nehogy, hogy a több ínos közül valaki előbb vigye el az autóját. Tehát ezt kell majd nekem elvinnem? Ez nem az, ugye? Ez nem az. Nem beszélgetünk addig? Haló? Na, valami. Ez sem az. Nem ez volt az. Mennyi? Mennyi tied? Vigyed. Na, nyomas, nyomas. Oké. Okay. És akkor most nekem kell majd? Gondolom akkor a következő lesz az, amit nekem kell elvinnem. Vagy addigra visszaér a csávó? A te haver. Fú, húgyoznom kéne. Ájjáj, jújjúj. Na mi van? Ja, most a hesolyam ebben a missionben, mert... Ja, hogy az autót fogják lőni? Azaz, nem? Nem. Na, hol van már? Az lesz az. Ez az, ugye? Ez volt az. Ez az. Ja, de gondolom izé nélkül kéne mi? Tehát, hogy ne, ja, ne értem, hogy ne legyen összetörve mi. De nem fogom én összetörni, figyelj. Egy karcolás nem lesz rajta. Tessék! Basz, a GTA történetében először úgy vezettem, hogy... És vissza is kell majd vinni időre? Upszi. Ja. De most vissza kell menni oda a garázsba, vagy mi? Most vissza... De nem jó, hát beírtam, hogy hasonlom, és nem javította meg. De bazd meg. Pedig beírtam a hasonlomat, és nem javította ki. Nem látok semmit, bazd meg.
És nem az, tehát ennyivel futottam ki az időből? Bazd meg. Aj, öcsém, és nem fér bele a hiba. Na, itt meg az oszlopnak, máshol bazdmeg, a fákon keresztül tudok repülni, mindenféle gond nélkül, nem, itt most. Itt most még ezeknek a szaroknak, jó, legalább a villanypóznának nem tudok neki menni. Ah, picsába, mondjuk lehet, hogy itt keresztül tudok vágni. Mondjuk, hogyha itt jövök. Nem jó, ez itt nem lesz jó. Na, már de. Lehet, hogy itt el tudok jönni, és akkor nem forgalomban leszek. Na, mindjárt. Mindjárt dolgozunk rajta megint. Ó, bassza meg. Nem, na picsába jó. De most akkor megint meg kell szereznem a ruháját. Jó, leszarom. Na. Oké. Na. Mi van már? Na végre. Tehát elvileg, hogyha... Igen. Hát jó, de utána a hash... Igen, azt most már itt tudom. Ez oké. Okay. Hát esetleg megpróbáltuk majd itt eljönni, bár mondjuk itt ezek az emelkedők, meg ízek, ezek eléggé durvák. Ó, bassza meg. Hol van már? Itt vagyunk, ugye? Ja, nem. Vedd fel! Na fel akart, na úgy. Amúgy itt van ez az a... Ó, bazd meg. Igen, én vagyok a new boy. Na, akkor most megint várunk ki, ez a két ember elmegy. Oké. Okay. Ismerjük már. Ó, picsába. Ez nem az, ez egy kamu BMW. És durva basszus, ugye a hash olyan ne... Ah, miért nem működik? Ilyenkor miért nem tud működni? És tényleg nem lehet hibázni. Odafele vezető úton sem, meg visszafelé sem. Ez a rossz. Mondjuk lehet, hogy majd ott elmentem, és utána be fogom tölteni, tehát legalább oda ne kelljen menni, de akkor is ezt meg kell csinálnom, ezt a szart. Ez volt az, ugye?
Hát próbáljuk meg, menjünk itt. Szerintem itt le tudom vágni. Mondjuk az igaz. Na jó, de lehet, hogy ez is időbe kerül, nem? Tehát annyival kevesebb időm lesz utána visszavinni. Menjünk itt, vágjunk itt keresztül, mert itt kikerülök egy csomó izét. Csomó autót. Aha. Jajajaj, csak el ne kanyarodjon senki sem erre, bazzeg. Jó, ott egy motoros, oké. Ja, oppá, ott van előttem egy autó, remek. És hívd a zsarukat? De mi ez a DA? Ez egy politikus, vagy? Vagy detektív? Fél Mexikó. Nice. Jaj, na ez jó volt. Akkor ugyanoda kell visszamenni? Ja, nem, van egy Z is. Mi ez a Z? De most akkor tudok házat venni, ugye? Mondjuk ez nem kell. Van CJ meg Z. Elmenjünk oda CJ-hez. Jó, és van inas egyenruhám, beszarok. Nagyon jó. Hát, ha jól nézem az órát, akkor még, hát még egy mission belefér még simán. Ha nagyon gyors lesz, akkor még kettő. Igen, mondjuk nem egy túlságosan szép környéken van a... Na, de akkor ezt meg tudom most már venni? Na, nem? Nem tudom, nem. Az a, ja, hogy a piros házat gondolom nem lehet megvenni, értem, mert az piros. Jó, mentsünk előbb. Oké. Okay. Ja igen, most már rájöttem, hogy a piros a ház, akkor nem. Tű. Hey, homies. What up, Carl? What the fuck is going on? Ijesszem el, hát... Jó. Hát mi sem könnyebb.
De még gránátot kéne rádobni? De mivel kell pusztítani? Gránáttal, vagy mi? Hát egy rakétavetővel, bazzeg. Ja. Itt a lapát! Na! Akkor ki tudom ásni most már azt a sírt? A picsába. Bazd meg! Jó, hát figyelj, akkor ide följövök erre az épületre. Vagy hova? Nézd már, ez üldöz engem, bazzeg. Mi van? Ja, még ez egy konténer van. Ja igen, de ez itt nagyon, nagyon nyomul. Hát mondjuk legyen ennek az épületnek a teteje, és akkor ide nem tudsz följönni, haver. Haha. Na mi van? Szép. Hol van még egy konténer? Ja, még ott van. Hol? Hol van? Ja, itt. Aha. Hát jó, hát ez mire ide ér addigra én. De nem, mert jön. Bázd meg, gyorsan jön a kurva életbe. Ne basz. De most elütötte izé? Ja, mit kell csinálni? Ja, ebbe kell... Mivel kell bele lökni? Mivel lököm bele? Autóval? Jó, de ezeket gondolom előbb... Hogy lököm bele? Ez autóval? Az autóval lököm bele? Nem, gondolom a... Nem, gondolom nem ezzel kell, várjál. Azzal a tolóval. Ezzel, nem? Én azt gondolnám, hogy inkább ezzel. Ja, de... Igen.
Ne. És még él benne a csávó? Vagy nem? Vagy azt, nem azt lőttem le, nem? Ú, bazzeg. Az komoly. Az komoly volt. Na jó, még egy mission belefér. Igen, rövidebb mission kéne. De előbb mentünk egyet ide. Akkor ne ide menjek? Mondjuk menjek az S-hez? Vagy az E-hez? Az E-hez. Jó. Köszi. De hol van az E? Mi ezt ide kell menni? Azt a kurva, mi az anyámat csinálnak? Igen. De ez nem mission. Vagy ez volt a mission, hogy meg kell venni az ingatlant, vagy mi? Ja, ne, ugye nem kell izét vennem, kis távirányítós lófaszokat, mert nem, ilyet nem akarok. De miért tudok bejönni ide? Mi van itt? Van itt valami? Semmi. Ezt most miért vettem meg? Csá. Ja. Jó, nem érdekel a rizsa. Ja, na most akkor van itt mission. Ja, akkor ide kell menni? Jaj, ne, megint izé kis helikopterre kell robbantani izé a félvilágot. Oh. Jaj, ne. Ja, őt vettem fel, ő volt a saját. Ja. Hát jellemző. Ez a baj. Ha nem, ez meleg, bazeg. Mi ez? Lőni kell? All batteries commence fire. He's going for my transmitters.
they'll never be able to launch a counterattack. Tehát szét kell lőni ezeket a szarokat? Já, bazeg! Mennyit kell még kinyírni? Micsoda légvédelmi elhárító egység lennék, bazzeg. Azt a betyár mindenit. Hoppá. As long as we have a possible chance, we will fight you. Well done, Carl. Now leave. I must prepare for the battles ahead. Jézusom, mi ez ilyen fantázia, izé háborúkat játszik? Fantázia baseball. Látszik rajta, hogy igazit még nem látott, vagy focit, vagy nőt, vagy ilyesmit, ami a való világnak a része. Na, hát akkor kéne menteni valahol. Voltok menteni? Nem, ide nem akarok most bejönni, mert nem akarok mission-t. Valahol vissza kéne repülni, menteni. És itt van még a izé? Nem, de nincs itt a torony, bazeg. Nincs itt a tornyok, az előbb ide jöttem föl. Na mindegy. Ez szar. Na. Jó. Hát gyerekek, az órára nézek, és most már lassan éjfél van, de az még a kisebbik probléma. Tényleg most már 2,5 óra csé, meg 1 óra. Azért most már megvolt az 1 óra GTA után, már a hátam, meg már mindenem izé szanaszét esik, meg kizakad, meg lyukad, meg ilyesmi. Úgyhogy teljesen elgémberedtem.
Remélem, hogy élveztétek azért ezt a kis GTA-zást is. Köszönöm szépen, hogy majdnem a fele megvan, azt mondja Arni. Nagyon örülök neki, hát ez a szavakat se találok, ez zseniális. Hát legközelebb ugye mikor? Holnap találkozunk, ugye holnap úgy van kiírva a kezdés, hogy 7 óra vagy 8 óra. Ugye puskázom. Ugye elvileg van még egy sniper, hát sniper itt meg ugye a Bud Spencer Terence Hill, de 7 órára van kiírva, holnap 5 órától jó hír, ismét lesz Csé. Aki akar, csatlakozhat, márhogy nem a felelőm a csézéshez is, mert van még szabad hely, ha valakinek megvan a cségó, de az mindenképpen keressen meg előtte, akkor vagy Facebookon, vagy a techbarat.hu-n írjon üzenetet. És módosítani fogom a naptárban a techbarat.hu-n az eseményt, mert 5 órakor már Csével kezdünk, és valószínűleg ilyen 7 óra magasságában, tehát ahogy most is szerepel, 7-től 9-ig a Sniper Elite, illetve a Bud Spencer Terence Hill, tehát egészen 5-től este 9-ig lehet, hogy lesz egy kis megszakítás, mondjuk én nem tudom, egy kis szünet, egy fél órára mondjuk, hogy mindenki így felszívja magát, de alapvetően holnap szerintem egy egészen hosszú dömping várható. Úgyhogy holnap 5-kor várlak titeket egy kis csével, illetve várunk titeket Mátéval, illetve Zoltánnal, azaz Narival és Jokerrel, és utána pedig Sniper Elite 2, valamint a Bud Spencer Terence Hill Slaps and Beans-nek a második része. Második? Azt hiszem második, igen. Na, hát én mára köszönöm szépen a figyelmet, Arninak is elsősorban, de itt volt ugye Máté is, meg még sokan mások. Majd még Arnival szeretnék egyeztetni, majd ír rám, vagy nem tudom, keres meg Facebookon, a techbarátra ír, vagy a weboldalon keresztül, hogyha üzensz, mert ahogy a Mátéval ezt már megbeszéltem, mint hűséges követő, és mondjuk az egy rajongó, egy techbarátos pólót majd ki tudsz választani, és a részleteket megbeszéljük. Van 4 logó, 4 különböző ilyen techbarátos figura, amit ugye láthattatok már így alapvetően a közvetítések közepén, elején, tehát amikor kezdődik a közvetítés, ugye a rolleres, a drónos, stb. és hát ez egyfajta egy ilyen kedvesség, vagy egy gesztus, tényleg a legkitartóbb, és közben még egy mészárlás megy itt a háttérben, a legkitartóbb nézőimnek, úgyhogy majd erről beszéljünk, illetve Mátéval meg amúgy is fogok, mert ő ismerősöm. Na, még egyszer köszönöm, hogy itt voltatok, ha valaki esetleg lemaradt volna erről, YouTube-ról vissza fogja tudni hamarosan nézni, remélem, hogy lájkolni is fogja, hogyha tetszik neki, és legközelebb akkor holnap találkozunk, már délután 5-kor egy kis Csével, utána meg a többivel folytatjuk. Jó éjszakát mindenkinek, vigyázzatok magatokra, ne menjetek ki az utcára, mert nem szabad reggel 5-ig, és akkor nem lesz semmi baj. Szevasztok!